Országgyűlési választások Mosonmagyaróváron is magas volt a részvételi arány. Elsöprő győzelem ismét dr. Nagy István a térség képviselője. EU-Fire Mosonmagyaróvár Szekszárdi FGKC 10-szer is győzött az MKC. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Rendben lezajlottak az országgyűlési választások április 8-án vasárnap a megye 05-ös számú választókerületében. Az országos adatokhoz hasonlóan térségünkben is magas volt a részvételi arány. Vasárnap reggel 6 órakor nyitották meg országosan, így a megye 05-ös számú választókörzetében is a szavazóköröket, és egészen este 7 óráig várták a választópolgárokat. A választópolgárok egyéni jelöltre, pártlistára, illetve ha nemzetiségi névjegyzékre kérték a felvételt, akkor nemzetiségi listára szavazhattak. A megye 05-ös választókörzetében összesen 18 egyéni jelölt került nyilvántartásba, ezek közül egy jelölt visszalépett, így április 8-án 17 egyéni jelölt szerepelt a szavazólapokon. Vasárnap összesen 73.474 választópolgár adhatta le szavazatát választókörzetében. Az országos adatokhoz hasonlóan pedig itt is magas volt a részvételi arány. A választópolgárok 70,42%-a, azaz összesen 51.744 ember ment el szavazni. Mindenféleképp fontosnak tartom. Bevándorlás, stb. Az véget is. Fontos lenne mondjuk, hogy a fiatalok is eljöjjenek, és mennél nagyobb. Igen, jönnek ők is, a gyerekeim is ugyanúgy szavaznak, most voltunk. Az idei évben magas volt az első szavazók száma is, akik 18. életévüket betöltve adhatták le voksukat. Fontosnak tartottam, hogy a jövőm hogy fog alakulni, és így elsőnek így fura volt, de kihasználtam ezt a lehetőséget, és éltem a szavazati jogommal. A szavazóköröket 19 órakor zárták, ami után megkezdődött a szavazatok összeszámlálása is. Rendkívüli esemény nem történt a választókerületben, csupán egy alkalommal maradt bent a fülkében egy választópolgár szavazólapja. Mosonmagyaróváron és a 05-ös választókerületben 19 órakor rendben bezárt mind a 102 szavazókör. A szavazatszámláló bizottságok már megkezdték a munkájukat. Mint országszerte ebben a választókerületben is magas volt a részvételi arány. Teljes pontosan településre, szavazókörre lebontva a választás.hu oldalon aktuális adatok és arányok szerepelnek. A szavazatok összesítése után dr. Nagy István, a Fidesz-KDNP jelöltje lett ismét a térség országgyűlési képviselője, aki a szavazatok 55,26%-át, összesen 28.220 voksot tudhat magáénak. Az országos adatok szerint ismét kétharmada lesz a Fidesznek a parlamentben, a 2018-as választások második legerősebb pártja a Jobbik lett, de Vona Gábor lemond a pártelnökségről. A 106 egyéni választókerületből 91-et a Fidesz nyert, az ellenzék lényegében csak Budapesten tudott győzni. Az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 14-én, a választás országos eredményét pedig április 27-én hirdetik ki. Az új országgyűlésnek legkésőbb május 8-áig kell megalakulnia. Magas részvételi arány mellett torony magasan dr. Nagy István, a Fidesz-KDNP jelöltje nyert a megye 05-ös számú választókerületében. Az országgyűlési képviselő elmondta, az elkövetkezendő 4 évben is fontos feladatok várnak a térségre, folytatódnak a beruházások és a fejlesztések is. 70,42%-os részvételi arány mellett összesen 51.744 választópolgár adta le voksát a 2018-as országgyűlési választásokon a megye 05-ös számú választókerületében. A szavazatok összesítése után első helyen dr. Nagy István, a Fidesz-KDNP jelöltje szerepel, aki a szavazatok 55,25%-át, összesen 28.220 voksot tudhat magáénak. Nagy István televíziónknak elmondta, hosszú és küzdelmes volt az út, ami sok tapasztalattal járt, ebben a kampányban pedig igazán kicsúcsosodott a közösségi média szerepe is. Győzelem után nincs más lehetőségünk, mint az, hogy hogyan lehet azokat az árkokat betemetni ember és ember között, amelyek kialakultak e kampány során. Hiszen a kampányban végig minden jelölt arra törekszik, hogy hogyan tud különbözni a másiktól, hogyan tudja a különböző programot fölmutatni, hogyan tud különbséget tenni, hogyan tud
elválasztani embert embertől, hogy saját csoportot hozzon létre, viszont a választás véget ért. Nekem dolgoznom kell tovább a választók bizalmából, és ezért én nagyon hálás vagyok, és nagyon tisztelettel köszönöm ezt a bizalmat. Nagy István hozzátette, a fejlesztések és beruházások a jövőben is folytatódnak Moson-Magyaróváron és térségében. Mint fogalmazott, sok elnyert pályázat indul meg a közeljövőben, ami az építkezések időszaka lesz. Az önkormányzatra pedig nehéz feladat vár, hogy ezeket a beruházásokat sikeresen véghez tudják vinni. A képviselő hozzátette, az elnyert milliárdok alapjaiban változtatják majd meg a várost, amik nem csak földrajzilag, de az élet minden területét érinteni fogják, legyen szó szociális hálóról, kultúráról, gazdaságról vagy környezetvédelemről. Ami a legújabb nagyon-nagyon jó hír, hiszen mai napon jelenik meg a magyar közlönyben az, hogy a Magyar Tejkutató is 2,4 milliárd forintból új központot építhet, bővítheti az üzemét, mind-mind szolgálva azt, hogy Moson-Magyaróvár 200 éves agrárfelsőoktatási múltjával meghatározó jelene és meghatározó jövője legyen a magyar agráriumnak. Olyan lehetőségeink vannak itt ebben a térségben, és olyan sikereink vannak, amit szerintem a választók éreztek, értették azt, hogy a szavak mögött tettek vannak. Nagy István már mintegy 20 éve foglalkozik Moson-Magyaróvár politikai életével. A szavazók bizalmát megköszönte, s mint fogalmazott, ez arra kötelezi, hogy alázattal dolgozzon majd a jövőben is. A megye 05-ös számú választókerületében dr. Nagy István után a második helyen Jávor Miklós, a Jobbik képviselőjelöltje áll. A szavazatok 25,82%-ával. Harmadik helyen Bogyai Zsolt, az MSZP párbeszédjelöltje szerepel. A szavazatok 9,9%-ával. Míg negyedik helyen Goda Bálint Zsolt, az LMP jelöltje, a szavazatok 5,6%-ával áll. Néhány napja érkezett bejelentés a rendőrségre Hegyeshalomból arról, hogy az egyik utcában egy gyanúsan viselkedő férfit láttak. A helyszínre érkező rendőröknek a bejelentő elmondta, hogy furcsa hangokat hallott az udvarról, ezért kinézett és látta, hogy a bejárati ajtónál egy ismeretlen személy áll. Miután megkérdezte, hogy mit keres ott, az idegen azt mondta, hogy megtámadták és sérülése ellátására fertőtlenítőszert kért. Olvasható a mosonvármegye.net oldalon. A bejelentő felszólította a férfit, hogy távozzon az udvaráról, majd amikor az idegen elment, egy tégladarabot talált a bejárati ajtaja mellett. A járőrök ellenőrizték a környező utcákat, amelynek során az egyik bekerített családi ház mögött megtalálták az idegent, aki éppen a bezárt kerítés ajtaján átmászva akart elmenekülni. A rendőrök a 49 éves K. László monori lakost elfogták és megállapították, hogy a férfi a ház egyik ablakát, valamint az udvaron lévő több melléképület ablakát is betörte, ezért őt a rendőrkapitányságra előállították. A Moson-Magyaróvári rendőrkapitányságon K. Lászlót lopásvédség kísérletének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. A rendőrök a nyomozást befejezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal a járási ügyészségnek megküldték. Az EUFR Moson-Magyaróvár az NB1B nyugati csoportjának 21. fordulójában az 5. helyezett Szekszárdot fogadta. A vendégek eddig jól szerepeltek a bajnokságban, és az UFM Arena teltházas közönsége előtt sem illetődtek meg. Rangadóra került sor a kézilabda NB1B nyugati csoportjában, hiszen az élen álló EUFR Moson-Magyaróvár az 5. helyezett Szekszárdot fogadta a 21. fordulóban. A feketemezes vendégek nem illetődtek meg az UFM Arena szép számú közönségétől, és 10 percig egyenrangú ellenfelei voltak az MKC-nak. A Szekszárd Kavecki és nagy vezérletével próbálta tartani a lépést. Negyed óra után még csak 8-5-re vezetett az óvár, de aztán beindult az MKC két szélsője. Kovacsic átteszi Bizikréka és egy kínai figura. Bizikréka és Kovacsic Mónika csak úgy szórta a gólokat, így a félidőben már 18-10 állt az eredményjelzőn. A mérkőzés képe a folytatásban sem változott, a Moson-Magyaróvár tartotta magabiztos előnyét, a Szekszárd pedig becsülettel küzdött. Hazai oldalon ki kell emelni Dányi Bernadettet, aki több nagy védést is bemutatott, és Kopecz Barbarát, aki a 4 gólja mellett remekül védekezett, és sok fontos labdát szerzett. Kopecz Zicserben, ez is bent van, 21-10. A vendégcsapat védekezésben átlagon felülit nyújtott, elől pedig Kavecki Edina remekelt, aki 10 góljával a mezőn legeredményesebb játékosa lett.
A Moson-Magyaróvár végül 28-19-re megnyerte a Szekszárd elleni mérkőzést, és zsinórban a 10. győzelmét aratta. Bognár Róbert csapata így továbbra is vezeti a tabellát. Örülök a győzelemnek, de nyilván ebből is le kell vonni a tanulságokat. Én is éreztem, hogy most egy picit fáradt a társaság. A Szekszárd szerintem nagyon jól játszott, tehát ő szerintem közel maximumot hozott, mi meg szerintem az 50%-át sem. A Moson-Magyaróvári gólok nagy részét ezúttal a szélsők szállították. Bízik Réka 7, Kovacsics Mónika pedig 6 gólig jutott. Sajnos ez egy ilyen alvós mérkőzés volt. A Szekszárd jól játszott, gratulálok nekik. Hát sajnos el kellett jönni ennek a pillanatnak is, hogy így játszottunk, de legközelebb remélhetőleg kijavítjuk a hibáinkat. Gyengébb ellenfél ellen nehezebb felpörögni a meccsre, de nekünk ez a feladatunk, és most, mintha egy kicsit bealudtunk volna, de így is jól játszottunk szerintem, és hoztuk a kötelezőt. Az EU-Fire Moson-Magyaróvára még 4 meccs vár a bajnokságban. Elsőként most szombaton a Pilisvörösvár látogat az UFM arénába. Röviden a keddi időjárásról. Az előrejelzések szerint megnövekszik térségünk felett a felhőzet, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A szeles időben Moson-Magyaróváron és környékén 19 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Meszlényi Gábor, a Vigo SE vezetője, akivel Segesvári Zsolt beszélgetett. Ezután a pénteki EU-Fire Moson-Magyaróvár Szekszárd elleni meccset vetítjük. Friss hírekkel legközelebb kedden 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!